A tanoda tavaly 2018 márciusában nyitotta meg a kapuit, a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet működteti, és a Beregszászi Főiskola az alapítója. A tanoda azzal a céllal jött létre, hogy teret adjon a hagyományápolásnak Nagy-Dobronyban és az egész ungvári járásban. Ennek megfelelően hagyományőrző, jellegű és kézműves programokkal várjuk elsősorban a gyerekeket, de a felnőtteket is megszólítjuk, nekik tanfolyamokat szervezünk. Ilyen volt például nemrég a szövőtanfolyamunk, amely idén áprilisban ért véget, és továbbiakat is tervezünk. Jelenleg a pünkösdi programunk zajlik, aztán következik egy nyári szünet, szeptembertől pedig folytatjuk, akkor ismét rendszeresen, legalább havi rendszerességgel tartunk majd foglalkozásokat a gyerekeknek. Ezek a jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódnak elsősorban, de vannak olyan tematikus délutánjaink, amiken kifejezetten valamilyen kézműves mesterséget ismertetünk meg a gyerekekkel. Kézműves foglalkozások közül például volt már agyagozás, korongozás, ifjabb Hidi Endre vezetésével egy korongozó tanfolyamot indítottunk a gyerekeknek, de kipróbálhatták többek között a szövést, a gyöngyfűzést, húsvéthoz kapcsolódóan tojásfestés volt már tavaly is, idén is, és hát számos egyéb kézműves programunk is van. Mi nagyon örülünk neki, hogyha a környező falvakból is érkeznek gyerekek, jellemzően Kisdobronyból és Beregsomból szoktak jönni még hozzánk. Ami a korosztályt illeti, hát a legkisebb látogatónk olyan 3 év körüli volt. A programok élvezhetősége tekintetében olyan kisiskolás kortól fölfelé szerintem bárki számára érdekes lehet. De mivel gyakran a szülő vagy a nagyszülő is elkíséri a gyerekeket, ezért a kisebbek is örömmel jönnek.